Ez itt a Color TV heti hír összefoglalója. A stúdióban várja Önöket Tanyi Fanni. Köszöntöm Önöket szeptember 15-én, jó estét kívánok! Ez itt a Color TV híradója. Lássuk a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Újra van egyetemi képzés Kazincbarcikán. Vegyészmérnöki alapképzés indult az Irinyiben. Klórömlést szimuláltak a Borsodkemben. Külső védelmi tervgyakorlatot tartottak a városban. Útfejlesztés és parkolók kialakítása. Megszűntek a forgalmi torlódások az Árpád fejedelem tagiskolánál. Újra van egyetemi képzés Kazincbarcikán. Mindez sajtótájékoztatón jelentette be Szitka Péter polgármester, Klimon István alpolgármester, professzor dr. Viskolc Béla, a Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kar Kémiai Intézetének igazgatója, Varga Béla, a Borsodkem ZRT, HR és kommunikációs igazgatója, Szabóné Bánfalvi Marianna, HR szolgáltatások főosztályvezetője, Csárna Burszki Ferenc, az Irinyi János Református Oktatási Központ igazgatója, Gérus Béla, szakmai igazgatóhelyettes, valamint pásztor Dániel, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke, hogy elindult az egyetemi vegyészmérnöki alapképzés Kazincbarcikán. A képzésnek helyet biztosító Irinyi János Református Oktatási Központban szeptember 9-én a hallgatók már az első órán részt is vettek. Több éves előkészítő munkát követően Kazincbarcika város önkormányzata, a Miskolci Egyetem, az Irinyi János Református Oktatási Központ, a Borsodkem ZRT és a Tiszán inneni Református Egyházkerület összefogásának köszönhetően újra van helyben felsőfokú oktatás. Professzor dr. Viskolc Béla, a Miskolci Egyetem korszerű anyagok és intelligens technológiák felsőoktatási és ipari együttműködési központjának igazgatója hangsúlyozta, hogy hosszú távú együttműködést terveznek Kazincbarcikával, és a közösen elért kezdeti sikerek optimizmusra adnak okot a képzés folytatására. Kazincbarcik azért különösen fontos az egyetem számára, mert tulajdonképpen azt a fajta partneri viszonyt, amit a Borsodkemmel már évek óta ápolunk, amit a Borsodkemből kaptunk a vegyészmérnök képzésnek a létrehozásához, azt tulajdonképpen most ezzel a új képzési egyetek az indításával próbáljuk meg egy picit viszonozni, próbáljuk közelebb hozni a képzést a Borsodkemnek a munkavállalóihoz, illetve a városhoz. Kazincbarcika város önkormányzatának fontos, hogy minél több lakost tudjon megtartani, valamint minél több fiatal tudjon visszacsábítani a városba, árult el Szitka Péter polgármester. Azt gondolom az, hogy most itt közösen mi együtt egy sajtótájékoztatóval azt be tudtuk jelenteni, hogy néhány percen belül egyébként az első óra kezdődik el, az méltán jelzi azt, hogy ez a munka révbe ért, és elkezdődött valami Kazincbarcikán, mégpedig egy olyan nagyon fontos dolog, hogy felsőoktatási intézmény kezdi el óráit itt nálunk, ami azt gondolom, hogy a város jövőjét egyértelműen pozitívan fogja befolyásolni. A Miskolci Egyetem a magyarországi felsőfokú oktatási intézmények közül az első, nemzetközi szinten pedig előkelő helyen szerepel a relatív kiválósági listán, így nagy jelentőséggel bír, hogy Kazincbarcikán kihelyezett szakot, tagozatot működtet. Borsodkem alma mater a Miskolci Egyetem. Ez mindig az volt mindenféle szakmában, villamosmérnök, gépészmérnök, közgazdászban, de sajnos ezt a vegyészmérnökre nem mondhattuk el. El kellett mennünk Debrecenbe, Budapestre és egészen Veszprémig, hogy megfelelő képzettségű vegyészmérnököket tudjunk toborozni. Nyilván sokkal nehezebb Dunántúlról vagy Budapestről ide Borsod megyébe toborozni, úgyhogy mi nagyon nagy várakozásokkal tekintünk az elé, hogy itt Kazincbarcikán elindult a képzés, illetve a miskolci képzésnél pedig már látjuk, hogy ebből lesznek nekünk munkavállalóink is, hiszen most már ők a harmadév folyamosak, az első vegyészmérnök hallgatók harmadév folyamon tanulnak most. Nagy jelentőséggel bír Kazincbarcika életében, hogy újra van helyben felsőfokú oktatásban való részvételre lehetőség. Fontos, hogy az itt élő fiataloknak minél több alternatívájuk legyen a jövőre vonatkozva. Sok család számára nagy segítség lehet, ha a gyermekük helyben tanulhat tovább, és nem kell messzire költöznie a diploma megszerzéséért, tette hozzá Klimon István alpolgármester. Az oktatás az Irinyi János Református Oktatási Központban zajlik, ahol biztosított az országosan is kiemelkedő színvonalú, oktatáshoz szükséges technikai
feltétel és a műveleti laboratórium. Mindig is fontos volt az Irinyi számára, hogy a magas színvonalú képzés mellett a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzést tudjon megvalósítani, és így tudja nyilvánvalóan nem csak az országos, hanem a helyi igényeket is kielégíteni. A vegyészmérnök képzés keretében az országban először kísérleti jelleggel városunkban vezeti be a kar a személyre szabott oktatási modellt is, így az egyetemi alapképzésbe belépők mellé páronként egy-egy fiatal mentoroktató áll majd, aki heti rendszerességgel konzultál a rábízott hallgatókkal, segíti az előrehaladásukat a tanulmányaik során. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelmi kirendeltség helyi szervezete a Borsod-Kem ZRT-vel, valamint Kazincbarcika város önkormányzatával közösen egy klórömléses szimuláció segítségével tartott külső védelmi tervgyakorlatot szeptember 13-án. Mint minden évben 2004 óta, idén is összeültek a szakemberek és a városvezetők Kazincbarcika városában, hogy egy katasztrófa helyzet szimulálásával külső védelmi tervgyakorlatot tartsanak, ezzel is erősítve az érintett szervek reagálását egy ilyen helyzetre. Egy vegyipari óriás tűszomszédságában élni, én azt gondolom, hogy semmivel nem veszélyesebb, mint máshol, akkor, hogyha gyakorlatban a megfelelő szakemberekkel azok az események, amelyek esetlegesen előfordulhatnak, ezeknek a kezelésének a naprakész begyakorlása tulajdonképpen megvan. És egy külső védelmi tervgyakorlat mindig azt tudja megmutatni nekünk, hogy a városunkban és a környékén működő különböző szervek, amelyek egyébként egy ilyen esetben értesítésre kerülnek, azok a megfelelő felelősséggel és a megfelelő rátermettséggel egyébként ezekben a gyakorlatokban részt vesznek, és mutatják gyakorlatilag nekünk is, mint városvezetésnek és a teljes városnak, hogy kellő biztonsággal és kellő pontossággal tudják a megfelelő szakfeladataikat ellátni. A nap a polgármesteri hivatalban kezdődött, ahol Szitka Péter polgármester a Védelmi Bizottsággal tartott közös megbeszélést az adott szituáció kezelésének elindításáról. A városvezető elmondta, mennyire fontos egy városnak egy vészhelyzet imitálása és megoldása. Minden egyes ilyen jellegű tervgyakorlat végén van egy értékelés, amelyet gyakorlatban majd mindenki megtesz, és én nagyon örülök, hogy évről évre azt tükröződik vissza, hogy a kellő komolysággal és a kellő odafigyeléssel veszi ezt mindig napirendre minden egyes szerv, és ezt mutatják egymásnak is, és az együttműködés, a kollegialitás, én azt gondolom, hogy nagyon jól működik. Nem kellett gyakorlatilag hosszú-hosszú évek óta ezt élesben gyakorolnunk, de természetes az, hogy ilyen esetekre is fel kell készülni, amire azt gondolom, hogy itt a délelőtt folyamán meghívott vendégek és a irányító törzs tagjai felkészültek. A hivatal után a következő helyszín a Borsod-Kem ZRT belterülete volt, ahol a gyakorlat résztvevői megtekintették a szimulált katasztrófa helyzetet és a hozzá kapcsolódó munkálatokat. Itt azt feltételezték, hogy a gyár kettes telepén a helyben tárolt vasúti kocsik egyike megsérül, a tartályban cseppfolyós klórt tárolnak, ami a szivárgás során a légtérbe került, és veszélyezteti a környező lakosság egészségét. Az észlelést követően a riasztás azonnal megtörtént, mellyel egy időben a katasztrófavédelem megyei ügyeletét is figyelmeztették az adott szituációról. Az eset elhárítására a cég a legmodernebb műszaki eszközöket veti be, így speciális tömítőeszközökkel és vízfüggönyökkel gátolja meg a szivárgás elhárítását és a gáz terjedését. Elkészült az Árpád-fejedelem tagiskola előtti útszakasz bővítése, valamint már az újonnan kialakított parkolóhelyeket is használják a lakók. A fejlesztésnek köszönhetően az iskola kezdéskor, illetve végeztével kialakult torlódások megszűntek, illetve a parkolási gondok is enyhültek. A fejlesztés során a Mátyás Király út felől az iskola kapubehajtója felé megépült az átkötő út, amire azért volt szükség, mert az érintett szakaszon iskolaidőben jelentős torlódások alakultak ki. Az útszakasz térkő burkolatát aszfalt burkolatra cserélték. Kezdeményeztük, illetve az itt lakók kérésére, hogy valamilyen módon ezen valamilyen feloldó megoldást találjunk,
Ennek folyamán lett ez a beruházás, ami rendkívül örömteli, hogy a területen újra sikerült valami újat alkotnunk. Ugye a bekötőút teljesen megújult, illetve a járdaszakaszok is, így már sokkal gördülékenyebbnek kell lennie ezeknek a gócponti időpontokban a forgalomnak, illetve az sem mellékes, hogy szerintem a lakók örömére, akik itt laknak, egy új 20 parkolóhely létesült, ami meg a parkolási problémák enyhítésére szolgál véletlenül. Az új átkötőút hossza csak nem 30 méter, melynek két oldalán összesen 20 férőhelyes parkolókat is kialakítottak, melyből egyet mozgáskorlátozottak számára jelöltek ki, illetve ezek szélein gyalogos járda is épült, emelte ki Harda Attila önkormányzati képviselő. Az akadálymentes használat érdekében a meglévő járdákhoz a burkolatot rámpásan alakították ki, valamint süllyesztett szegély készült. A területnek jót tett ez a fejlesztés, mert ez a rész egy eléggé elhagyatott rész volt, ez most abszolút megújult ennek a beruházásnak köszönhetően. Az útfejlesztésnek köszönhetően megszűntek a torlódások, valamint a társasházak lakóinak parkolási gondjai is enyhültek, emelte ki Szitka Péter polgármester. Járási közbiztonsági egyeztető fórumot tartottak szeptember 15-én, azaz a mai napon a Kazincbarcikai rendőrkapitányságon. Az eseményen bemutatkozott az új Borsodabói Zemplén megyei főkapitány Cinege László rendőrdandártábornok. A járási közbiztonsági egyeztető fórumon a járás polgármesterei, illetve a rendőrség és a társszervek delegáltjai vettek részt. A fórum célja az elmúlt év összegzésén túl a közbiztonság és a közrend fenntartásának megőrzése, illetve az esetleges problémák feltárása volt. Az eseményen az új Borsodabói Zemplén megyei főkapitány Cinege László rendőrdandártábornok is bemutatkozott, aki 2012-től mindeddig a Heves megyei rendőrfőkapitányság élén tevékenykedett. Július 1-ével kerültem Borsod megyei rendőrfőkapitányság vezetői pozíciójába. Nyilván nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy az országos rendőrfőkapitány úr Heves megyét követően ismételten egy másik olyan megyét bízott rám, amelyet én úgy gondolok, hogy tisztes, becsületes munkával biztonságossá tudjuk tenni, illetve már elődeim bebizonyították azt, hogy igen, remek munkát végeztek, és a lakossági elvárásoknak megfelelően teljesítette ezt a munkát. Szoknom kell az új helyet, nagyon nagy megye, nem kis megye, a maga sajátos problémáival, de biztos vagyok benne, hogy közösen gondolkodva előrébb tudunk lépni. A Kazincbarcikai járás bűnügyi helyzetének bemutatása után Szitka Péter Kazincbarcika város polgármestere köszöntötte a Borsodabói Zemplén megyei főkapitányt. A városvezető először is gratulált Cinege László kinevezéséhez, és biztosította arról, hogy a város segítséget fog nyújtani a közös munkában, majd azt is kiemelte, nagy megtiszteltetést jelent az, hogy a főkapitány első látogatása itt Kazincbarcikán történt meg. Könyvbemutatóra várták az érdeklődőket szeptember 8-án a Meze István Művészeti Központ kiállító termében. A különleges eseményen dr. Nagy Róbert Sáfár Orsolya a Magyar Állami Operaház magánénekese című könyvet mutatták be a művészetek kedvelőinek. A könyvbemutatón dr. Nagy Róbert, a könyvszerzője mondott köszöntőt, aki háláját fejezte ki többek között Sáfár Orsolya művésznőnek, a könyv lektorálásáért, Hazak Szabon Anettnak, aki nagy segítséget nyújtott a szövegleírásokban, valamint az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatójának is. Én nem is tudom hány opera előadást láttam fenn Pesten, és akkor jött föl ez az ötlet bennem, hogy hát ezt a sok szép élményt meg is kéne írni. Na mostan, hát ugye én nem vagyok se író, se zeneszakértő, csak egy zenét szerető orvos, és hát csak gondolom azért lehet, hogy megírhattam, mert nem jutott másnak eszébe, hogy végelemben akkor is lehet írni egy művészről, ha a csúcson van. És nem pedig akkor, amikor már visszavonult, vagy pedig ugye
eltávozott ebbe a világba. Úgyhogy így készült el ez a kiskönyv, persze nagyon sokat segítette ebbe Sáfár Orsolya is. A program első felében Molekné Kürösi Beatrix, az Egressy Béni Városi Könyvtár igazgatója beszélgetett a könyv szerzőjével, dr. Nagy Róberttel és ihletőjével, Sáfár Orsolyával. A beszélgetés folyamán a közönség sok kérdésre kapott választ, például a könyv elkészülésének folyamatával is megismerkedhettek. Óriási megtiszteltetés számomra. Én végigkövethettem a születését, hiszen előadásonként átküldte nekem már e-mailben Robert az írományokat, és akkor tulajdonképpen valamelyest lektora is voltam a könyvnek, hiszen egy-két belső információval megsegítettem az információk, tehát hogy a források helyesek legyenek, ebben segítettem neki, illetve tisztáztunk egy-két dolgot, ami esetleg a nézőtérről nem volt nyilvánvaló. De hát számomra ez tényleg ilyen fiatalon, ez nagyon meglepő és megtisztelő, de örömmel fogadtam. Az eseményen Sáfár Orsolya néhány áriával kápráztatta el a közönséget. A magánénekest Dénes István zongora művész és karmester kísérte zongorán. Hétvégén kezdődött el a pontvadászat a kazincbarcikai MB2-es női és férfi kézilabdázók számára. A hölgyek győzelemmel, a férfiak viszont vereséggel zárták a nyitófordulót. A KKSE férfi csapata a nagyrivális Hajdúböszörmény elleni szeptember 10-i meccsét a pályaválasztói jog felcserélése miatt hazai pályán játszhatta. A mérkőzést jól kezdték a nyáron, alapos vérfrissítésen átesett barcikaiak. Az 5. percben Molnár Levente gólja után már 4-1-re vezettek. A félidő derekán 10-10-nél érte utol a házigazdákat a hajdúsági csapat, akik a szünetre megfordították az ellest, és 14-13-ra átvették a vezetést. A második játékrész elején lendületesebben kézilabdáztak a böszörményiek, és elhúztak 21-16-ra. Novák Tamás, a hazaiak trénere, időkéréssel próbálkozott, ám ez sem segített, hiszen a vendégelőny 7 gólosra hízott. A végjátékban Kovács Balázs góljával még egyszer felzárkózott 28-24-re a hazai alakulat, de ezután már nem volt esélyük közelebb kerülni ellenfelükhöz. Végül 30-25-re nyert a Hajdúböszörmény. A KKSE férfi együttese szeptember 17-én, szombaton 19 órától a Fehér Gyarmatot fogadja a Kazinci sportcsarnokban. A KKSE női együttese számára nem volt kérdés a jó rajt, hiszen ellenfelük az Újfehértó Káló semjén előzetesen sem tartozott a bajnokság legjobbjai közé. A szeptember 11-i találkozót azonban némi meglepetésre a vendégszabolcsiak kezdték jobban, hiszen elléptek 7-2-re. A szünetig rendezte sorait a barcika, és 30 perc játék után már náluk volt az előny. A második játékrész elején Zsinórban lőtt 3 hazai gól megalapozta a KKSE sikerét. A vendéglátók végig kézben tartották a mérkőzést, és 2 gólnál közelebb nem engedték ellenfelüket. A Kazincbarcika végül 34-29-re győzött. Ponyi Zoltán tanítványai legközelebb Máté Szalkán lépnek pályára. A folytatásban kérem, hallgassanak meg egy közleményt. Idén is nagyszabású programsorozattal készül Kazincbarcika város önkormányzata és a Barcika Art Nonprofit Kft. Októberben az idősek hónapja alkalmából. A nyitó rendezvényen október 3-án hétfőn 14 órától Szűcs Juditot koncertet, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt a Don Bosco Sportközpontban. A program díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a plusz 3648 310 116-os telefonszámon lehetséges szeptember 30-áig. A regisztrációs jegyek személyesen vehetőek át a Meze István Művészeti Központ jegypénztárában. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer röviden.
Újra van egyetemi képzés Kazincbarcikán. Vegyészmérnöki alapképzés indult az Irinyiben. Klórömlést szimuláltak a Borsodkenben. Külső védelmi tervgyakorlatot tartottak a városban. Útfejlesztés és parkoló kialakítása. Megszűntek a forgalmi torlódások az Árpád fejedelem tagiskolánál. A Color TV híradóját látták. Műsorainkat, híreinket a Color Line-on találják meg. Híradóval legközelebb egy hét múlva csütörtökön jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!